én a tél és a természet életre kér. Na milyen vagyok? Gyermekműsorral kedveskedtek a közönségnek Alsó-Mocsoládon. A mikulásváró ünnepségre a helyiek mellett az Északhegyháti mikrotérség lakosai érkeztek, kicsik és nagyok egyaránt. Helyiek vagyunk, és itt Alsó-Mocsoládon jár egy falu újság, egy ilyen hírlevél, és abban volt benne a mai időpontunk. A kislánynak nagyon a maci tetszett, amint látható is volt, hogy táncolt a macikával. Az előadásba a gyerekek is bekapcsolódhattak. Komor László fenyőfajelmezekkel készült a vállalkozó kedvű kicsiknek. A bemutató végén közös énekléssel csalogatták be a Mikulást, aki végül meg is érkezett. Gyereke, jó voltatok? Igen! A Mikulás név szerint szólította a gyerekeket, akik egy-egy csomag ajándékot, édességet kaptak. A télapó stábunknak elárulta, hogy mivel itt még nincs hó, stoppal kellett eljönnie Alsó-Mocsoládig, de megérte, mert csupa jó gyerek lakik a településen. Szerintem nagyon jók, mert megnyikkanni sem mertek jó formán. De aranyosak, hoztam nekik olyan édességet, amitől annyi bátorságot fognak kapni, hogy lehet, hogy jövőre én szóhoz se fogok jutni. A településen egyébként minden évben megrendezik a Mikulásváró ünnepséget december elején. A szervezők szerint fontos, hogy megőrizzék az ünnepet. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekkel közösen éljük meg ezt az ünnepet és ezt az izgalmat, és ezért mindig készülünk egy kisebb színdarabbal, amiben a gyerekek is tudnak szerepelni, fel tudnak oldódni, és akkor így közösen várjuk a Mikulás érkezését. A rendezvény végén, miután mindenki átvette az ajándékcsomagját, a Mikulás megígérte a gyerekeknek, hogy ha jók lesznek, jövőre is ellátogat Alsó-Mocsoládra.